A testület mai ülésén több beszámolót is elfogadott, így összegezte 2015 eseményeit, eredményeit, a tavaly elvégzett munkát, a ceglédi hivatásos tűzoltó parancsnokság is. Az elmúlt két évben nem volt kéménytűz vagy szénmonoxid miatt haláleset mindhárom járásban, tehát Cegléd, Nagykőrs és Nagykáta járásban, ami úgy gondolom, hogy a lakosság tájékoztatás, illetve a kéménysebbségvédelmi közszolgálati hatósági felügyeletnek köszönhető. De a ceglédi rendőrkapitányság vezetője is beszámolt a 2015-ös évről. A beszámoló szerint jelentős mértékben csökkent a ceglédi járásban elkövetett és ismerté vált bűncselekmények száma. A csökkenés mellett jelentősen emelkedett azon nyomozások száma és aránya, melyekben az eljárást eredményesen tudták befejezni. Fontos az, hogy a rendőrségi munka a lakossággal, az önkormányzattal közösen minden szempontból olyan irányba hasson, amiben egyébként az állampolgárok is várják a fejlődést. És azt tudom önöknek jelenteni, hogy az Országos Rendőrfőkapitányság és az ember nyilván az összes rendőri szervnek alapvetően a célja az, hogy nem a számok tükrében, hanem a lakosság megítélése alapján alakítsuk a munkánkat. De a kapitány kiemelte az egyébként országosan is egyedülállóan eredményes és hatékony együttműködést az ügyészséggel. A Várbog Nonprofit Kft. 2015-ös mérlegbeszámolóját is ma tárgyalták és fogadták el a képviselők. Csak egy visszatekintő adatot hagy mondjak, 2010-ben, amikor a képviselőtestület kinevezett engem ide megbízott ügyvezetőként, akkor két számot szeretnék mondani. A kifizetetlen számlák nagysága akkor 130 millió forintra rúgott, és a bankszámla egyenleg pedig mínusz 55 millió forintot mutatott. Ez a mai állapot szerint nincs kifizetetlen számla a cégben, és a bankszámla egyenlegünk mai állapot szerint plusz 98 millió forint. A Táncsics iskola szervezi meg idén az általános iskolások nyári napközis táborát. A testület ma a nyári gyermekfoglalkoztatás és felügyelet biztosítására a 2016-os költségvetésben jóváhagyott 1 millió forint fedezetet kiegészítette 250 ezer forinttal, mert a gyermekek oda- és visszautaztatása többletforrást igényel. További alapos előkészítést igényel az önkormányzati gazdasági társaságok összevonása, a működés racionalizálása. Ezért ma arról is döntöttek a képviselők, hogy a leendő kulturális nonprofit Kft. Megalakítását január 1-ére halasztják. Április 30-áig lehet pályázni az újabb TAO-s forrásokra. A pályázatokhoz és ahhoz, hogy a szakosztályok a társasági adókedvezmények gyűjtését elkezdhessék, tulajdonosi hozzájárulás szükséges. Bruttó 13 millió forintért megvesz egy telket a város. A Jászberényi úti felüljáró ipari park felüli lábánál található ingatlant a tulajdonos ajánlotta fel az önkormányzatnak. A telek azért lesz hasznos, hangzott el a testületi ülésen, mert ennek egy részét fel tudják használni egy leendő gyalogos és kerékpáros úthoz.